Tisztelt vezérőrnagy úr, tisztelt ezredes úr, tisztelt hölgyeim és uraim! Nagy szeretettel köszöntjük Önöket a Országos Rendőrfőkapitányság és a Nógrád Vármegyei Rendőrfőkapitányság közös sajtótájékoztatóján, amelyen egy Diós Jenői testvérpár sérelmére elkövetett emberölési ügy felgöngyörítéséről adunk tájékoztatást. Elsőként felkérem Dr. Petőfi Attila rendőr vezérőrnagy, főkapitány biztos urat, az Országos Rendőrfőkapitányság külügyi főigazgatóság képviseletében, hogy ismertesse az ügy részleteit a számomra felderítésről. Jó napot kívánok, tisztelettel köszöntöm Önöket a sajtótájékoztatónk alkalmából. Engedjék meg, hogy a konkrét ügyet megelőzően néhány gondolatot megosszak Önökkel. 3 évvel ezelőtt még a kiemelt ügyeket feltétlő főosztályt vezethettem, majd később a főkapitány úr megtisztelő felhívásának és felkérésnek megfelelően főkapitányi biztosként az országban történt életes ügyeknek a felderítését koordinálhatom. Munkakörömbe tartozik az eltűnések, a gyanús eltűnések, az ismertebb holttestekkel kapcsolatos körözési eljárások és a rendkívül halálesetek a koordinálása is. Néhány héttel ezelőtt állhattunk itt Önök előtt utoljára, amikor egy szegedi ügyről számolhattunk be. Akkor is egy 14-15 évvel ezelőtt történt eltűnésből egy emberölést sikerült megfejtenünk és felderítenünk. Akkor a koordinációban részt vett a Szegedi Városi Rendőrkapitányság, a Csongrád Vármegyei Rendőrfőkapitányság és a Budapesti Rendőrfőkapitányság is. Ezek a koordinációk a rendőrség közös sikerét szokták hozni. Ennek mindig üzenetértéke van kifelé és befelé is. Egyrészt a kollégák, hogyha évekkel elvégzik a feladatukat pontosan és precízen, akkor ezekből lehet építkezni a későbbi időkben a kollégáknak, és kifelé természetesen az az üzenet, hogy bűn nem marad felderítetlenül. Ebben a konkrét történetben most viszont a Rétsági Rendőrkapitányság, a Nógrád Vármegyei Rendőrfőkapitányság bűnügyi osztálya és a Nemzetközi Bűnügyi Együttműködési Központ munkáját kellett koordinálniuk. Ez utóbbi szervezeti elem nem képviselteti magát itt élen, úgyhogy róluk annyit kell elmondanunk, hogy a Nemzetközi Bűnügyi Együttműködési Központnak a körözési szakirányító területe a különböző körözések érintett személyek eljárásait koordinálja. Itt külön közelik a bűncselekmények elkövetésé miatt elfogató parancsal kezelt és körözött személyeket, a fiatalkorúakat és az úgynevezett gyanús eltűnéseket. Jelen esetben a Rétsági Kapitányság illetékességi területén Diós Jenőn történt 2 eltűnés 2009-ben, és ezt a koordinációt folytatjuk mi, és ennek eredményeként jelenleg a Nógrád Vármegyei Rendőrfőkapitányság bűnügyi osztálya folytatott eljárást több emberen elkövetett emberes bűnt megalapozott gyanúja miatt. Itt most egy 49 éves Diós Jenői büntetett előtti foglalkozást nélkül személyt azzal gyanúsítunk, hogy 2009 tavaszán néhány hét elteltével előbb a 19 éves Alexandra, később a 14 éves Krisztina nevű lányait, akik korábban szexuálisan zaklatott, ölte meg, majd a holttesteket a község különböző pontjain eltemette. Volt egy eset így a Krisztina holttestével, és hogy később a holttestet kihantolta, ezt próbálta megsemmisíteni és áttemetni. Az elmondás alapján 2022 nyarán, illetőleg az idén történtek a holttestek felkutatása és felderítése, és ezen személyek személyazasságnak a megállapítása. De a cselekmény részleteiről kollégánk számol be. Köszönöm szépen, vezérőrnagy úr. Felkérem dr. Kalmár Zsolt rendőr ezredes urat, a Nógrád Vármegyei Rendőr Főkapitányság bűnügyi főkapitány helyettesét, hogy ismertesse az ügy részleteit. Köszönöm szépen. Tisztelettel köszöntöm Önöket én is a Nógrád Vármegyei Rendőr Főkapitányság nevében a sajtótájékoztatón. Elsőként szeretném megköszönni a Petőfi Attila tábornok úr segítségét, illetve az ORFK szakirányítását ebben az ügyben, amiben nagy segítséget nyújtottak a főkapitányság részére gyakorlatilag a nyomozás során. Tábornok úr említést tett arról, hogy 2009 évben a Rétsági Rendőrkapitányság illetékességi területéről, Diósjenő községből 2 fiatal lány tűnik el, gyanús körülmények között, egy Alexandra és egy Krisztina nevezetű. Az Alexandra az idősebb testvér, ő az eltűnéskor 19 éves, és az eltűnéskori időpontban pedig a Krisztina 14 éves.
Az egyik lány, aki már betöltötte a felnőttkort, tehát elmúlt 18 éves, ő vele kapcsolatban az eltűnés körülményei még annyira gyanúsak az elkövetés, az eltűnés időpontjában nem voltak. Ugyanakkor viszont a 2009 márciusában a Krisztina eltűnésekor már ez a kettős eltűnés, ez a nyomozóhatóság, illetve a rétsági rendőrkapitányság számára is érdekes körülményeket rejtett. Elindult egy körözési tevékenység, ahogy a rendőrség is a körözési eljárásokban szokta tenni, itt is a szokásos rutin eljárásokkal megindultak az adatgyűjtések, elrendelésre kerültek a körözések, és folyt a maga útján a körözési tevékenység, amikor is gyakorlatilag elsőként az első években érdemleges adatok sem azzal kapcsolatban, hogy bűncselekmény gyanúja merült volna fel, konkrétan sem azzal kapcsolatban, hogy a lányok hol léte, hol lehet megállapítani, nem merült föl. Ugyanakkor viszont a rendőrségnek a szervezet rendszerében a vármegyei rendőrfőkapitányságok, a területi szervek szakirányító tevékenységet folytatnak. Ez azt jelenti a laikusok nyelvén, hogy egyfajta monitorozási, ellenőrzési tevékenységet, amellyel a folyamatban lévő eltűnési eljárásokat folyamatosan monitorozva arra próbálunk meg válaszokat keresni, hogy bizonyos egyes eltűnések azok mögött rejtődhetnek-e bűncselekmények vagy olyan jellegű adatok, amelyek ezt alátámaszthatják. Ebben az ügyben is ez történt, és a körözési eljárás kiértékelése után gyakorlatilag 2014-ben arra a megállapításra jutottunk, hogy ezt az eltűnési eljárást a területi szerv hatáskörébe vonja, és a rendőrfőkapitányság bűnügyi osztálya fogja tovább folytatni a még körözési eljárást. Fontos körülmény, hogy a lányok családi helyzetében, illetve családjában egy olyan változás, és ez mindig az életellenes ügyekben egy pozitív pluszt ad, körülmény állt be, hogy változtak a családi viszonyok, és a lányok édesanyja egy új élettársi kapcsolatot létesített, és a jelenlegi emberölés ügyben gyanúsítottunk a H. József 49 éves férfi után egy új élettársi kapcsolatot létesített. Ekkor már gyakorlatilag azok az adatok a rendőrség birtokába jutnak, hogy H. József a lányait szexuálisan zaklatja, legalábbis gyanú szintjén sérelmükre az akkori BTK szerint erőszakos közösülés bűncselekményét valósítja meg, amellyel kapcsolatban már a megyei rendőrfőkapitányságon az eltűnéses eljárással párhuzamosan egy büntetőeljárás kerül elrendelésre, amely azt követően gyakorlatilag, mivel a lányok nincsenek meg, el vannak tűnve, a sértettek nem tudnak nyilatkozni, a lényeg az, hogy nem éri meg a vádemelés szakaszát, tehát nem tud bíróság elé kerülni. Ekkor azok a körülmények, amelyeket a nyomozóhatóság úgy gondolt, hogy gyanúsak az eltűnések kapcsán, egyre inkább megerősödnek, és ekkor is a rendőrség különböző helyeken különböző kutatásokat és további eljárási cselekményeket végez annak érdekében, hogy az eltűnt lányokat megtaláljuk. Bár itt is sejthető már egyfajta gyanús körülmények összessége, de igazából arra megalapozott gyanú még mindig nem merül fel, hogy bűncselekmény áldozatai lettek az eltűnt lányok. 2021 nyarán kapunk jelzést a Nemzeti Nyomozóirodától, illetőleg más egyéb információkat is beszerzésre beszerzünk, amelyek arra utalnak, hogy a lányok bűncselekmény áldozatai lettek teljesen egyértelműen, és ennek a bűncselekményhez köze van a volt nevelőapjuknak, a jelenlegi gyanúsítottunknak, H. Józsefnek. A büntetőeljárás tulajdonképpen 2021 nyarán indul meg egy előkészítő eljárással, majd 2022. januárjában elrendelésre kerül a nyomozás. Itt gyakorlatilag a konkrét információk lejárása történt meg, amely egyre inkább azt a gyanút kezdte beigazolni, hogy H. Józsefnek és egyébként az lányok édesanyjának tudomása van a bűncselekményről, mégpedig olyan bűncselekményről, hogy mind a két lány bűncselekmény áldozata lett,
és őket H. József ölte meg. Itt ebben a szakaszban már a felderítés eszköztára teljes mértékben felhasználásra kerül, a törvényekben és jogszabályokban alkalmazott erőkeszközmódszerek a felderítés bizonyítás érdekében bevezetésre kerülnek, és ez az a pillanat, amikor a Nemzetközi Bűnügyi Együttműködési Központ körözés felügyelete is gyakorlatilag a saját szaktudásával és szakirányításával, tábornok úrékkal együtt belép a nyomozásba. A fordulópontot tulajdonképpen az első fordulópontot 2022. júniusa hozza el, amikor is olyan adatok birtokába kerülünk, első körben személyi bizonyítékok alapján, amikor H. Józsefet Diós Jenőn el tudjuk fogni, és őrizetbe tudjuk venni. Hangsúlyozom, hogy H. József, mint ahogy az elmúlt években bármikor, amikor őt felkérdeztük a lányok hollétével kapcsolatban, ekkor is tagadó állásba helyezkedik, nem működik együtt a nyomozóhatósággal. Ugyanakkor viszont a büntető eljárásban a megváltozott körülmények hatására az abban szereplő személyek, főleg az anya tekintetében plusz adatokat szerzünk be, és ennek hatására július 1-én előkerülnek emberi maradványok Diós Jenő családi ház mellől, és az emberi maradványok alapján később az igazságügyi orvos szakértők, genetikai szakértők egyértelműen azonosítják az eltűnéskor 19 éves H. Alexandra személyét. Ekkor lép az eljárás olyan szakaszba, amikor már az előzetes letartóztatás, illetve a letartóztatás foganatosítása nem tud ütközni akadályokba, és innentől kezdve az eljárás, a bizonyítási eljárás és a második lány felkutatása, keresése H. József letartóztatása mellett folyik. A kezdetben tagadó és nem együttműködő gyanúsított az eljárás folyamán többször változtatja a vallomását, majd 2023. áprilisában Alexandra megölésével kapcsolatban egy részletes, egyébként részbeni beismerő vallomást tesz, amellyel kapcsolatban további nyomozási cselekményeket hajtunk végre, és szerezzük be az akkori családi körülmények, a lányok, az egész család tulajdonképpen életkörülményeinek feltérképezését. A nyomozóhatóság előtt, illetve az ügyben egy olyan kép kezd el kirajzolódni, amelyben a nevelőapa, a jelenlegi gyanúsítottunk H. József szexuális visszaéléseket és szexuális jellegű zaklatásokat valósít meg a nevelő lányai sérelmére, amely egy folyamatos hatalmi befolyásolási viszony kapcsán egy zsarolási alapot is biztosít gyakorlatilag arról azoknak, akik erről tudnak, és végső soron összességében ennek hatására jutnak el odáig, hogy a lányok tulajdonképpen, főleg az Alexandra a bűncselekmény áldozatává válik. A további nyomozási cselekmények ugye azért nem állnak meg, mert még nem találjuk a Alexandra mellett a Krisztinát, és ahhoz, hogy ezt a büntetőeljárást, illetve ezt a bűncselekményt büntetőjogi felelősség szempontjából a bíróság is meg tudja állapítani, ahhoz nekünk nagyon kell, hogy előtaláljuk az Krisztinát. Ehhez a fordulóponthoz 2023 nyarán érkezünk el, amikor is az addig tagadásban és továbbra is, vagy csak részbeli beismerő vallomásban lévő gyanúsítottunk egy kihallgatás folyamán egy olyan elhatározást ad, hogy ő megmutatja, hogy a Krisztinát hol és milyen körülmények között rejtette el. Ekkor helyszíni kihallgatás formájában eljutunk arra a helyszínre, ahol ismételten emberi maradványokat találunk. Ennél a helyszíni kihallgatásnál, illetve szemlénél jelen van a Semmelweis Orvos Tudományi Egyetem igazságügyi orvos szakértője, dr. Magyari Lóránt úr, aki gyakorlatilag már a helyszínen a szaktudásával alátámasztja, hogy emberi maradványokat találunk, amelyeken egyébként égésnyomokat is detektálunk. Ezt követően
részben a haláleset körülményeivel kapcsolatban a gyanúsítottunk vallomást tesz, de természetesen itt is változtatott vallomások vannak, és gyakorlatilag annak megfelelően, hogy az eljárásban is eddig tette a védekezését, a gyanúsítottunk, folyamatosan változtatott a vallomásán. Egyéb szakértői vizsgálatok útján az NSKK, tehát a Nemzeti Szakértő Kutatóintézetnek a segítségével sikerül egyértelműen beazonosítani, hogy a második alkalommal elő talált emberi maradványok a Krisztináé, és gyakorlatilag ezzel kapcsolatban azt lehet kijelenteni, hogy tulajdonképpen mind a két lány előkerül ilyen formán. Sajnálatos körülmény, hogy ez bűncselekmény kapcsán, illetve büntetőeljárás keretében. Igen, H. Józsefet több emberen elkövetett emberölés büntetével gyanúsítjuk, és a napokban küldtük vádemelési javaslattal el az eljárást a Nógrád Vármegyei Főügyészség részére. Nagyon-nagyon széleskörű felderítő tevékenység és bizonyítási tevékenység zajlott az ügyben, és lehet azt mondani, hogy szinte hónapról hónapra, napról napra változott a helyzet. Ezekben az ügyekben az idő múlásával egyrészt nehezebbé is válik a bizonyítás, főleg a nem személyi bizonyítékok oldaláról, viszont másik oldalról azt gondolom, hogy a körülmények, személyek kapcsolatainak átrendeződésével ezekben az ügyekben a rendőrség, amennyiben ezeket az ügyeket továbbra is nyomozza, elő tud hozni ilyen sikereket. Ezből az ügyből is lehet látni, hogy ezt az ügyet sem hagytuk éveken keresztül, monitoroztuk és próbáltunk adatokat szerezni, tehát gyakorlatilag bármennyire furcsa, 14 év kellett ahhoz, hogy egy olyan szemét bizonyítókokat alátámasztott tudjunk a vádhatóság elé állítani, aki a bűncselekmények elkövetésével Alexandra és Krisztina esetében megalapozottan gyanúsítható. Köszönöm szépen, ez a úr, esetleg van-e kérdés? Igen. Tetszettek említeni, hogy a hányosan büntetett előjét, hogy ez milyen jelenlő, életelenes, vagy pedig valami más nélkül. Vagyon elé cselekményeket volt. És elhangzott ugye, hogy a anyának tudomása lehetett ezeket, hogy milyen minőséget szeretett. Bűnpártoló. Szabadlábon védekezik, de bűnpártolásra jelensítja. És esetleg van-e valami vélelme a rendőrségnek arról ebben a szakaszban, hogy mi lehetett a gyilkosságok indítéka? Ahogy kollégám Nagyot is mondtuk, gyakorlatilag a nevelésére és felügyeletre bízott nevelt lányokkal folytatott szexuális viszonyt, és ebből fakadtak a konfliktusok, ebből fakadtak a tetlegességek is. Részben, igen. Köszönöm szépen, esetleg van-e még kérdés? Amennyiben nincs, a sapja. A második? Krisztinát. Krisztinát nem a családi háznak a területén találjuk meg, hiszen ott tulajdonképpen az elmúlt időszakban felástunk mindent, amit lehetett, hanem teljesen a ház bekerített részén kívül, tulajdonképpen egy utca részletben, egy ilyen cseré és fás területen, a településen. Diós Jenő. Erőszakos úton, bántalmazás következtében az az elkövetési mód, de nem szeretném megkönnyíteni a gyanúsítottnak a védekezését, úgyhogy az ügyészség szempontjából erre részletesebben nem szeretnék most nyilatkozni. Nincs esetleg további kérdés, egyéni interjú készítésére van lehetőség, és a sajtótájékoztatót követően közleményt fogunk kiadni fényképekkel és az itt bemutatott videóban együtt, az, ami letölthető a polisz.hu-ról. Köszönjük szépen, hogy eljöttek, és majd tudósítanak az ügyel kapcsolatban, hogy elfogadták meghívásunkat, további szép napot kívánok. Köszönjük szépen.